Nemrég kiszivárgott egy belső levelezés a Teslától, ahol Elon Musk kiküldte a 6 alapszabályt. Az első, hogy nem kellenek nagy létszámú megbeszélések. Hogyha sokan vannak, akkor sok ember nem tesz hozzá egyáltalán ahhoz a meetinghez. A második, hogy nem kellenek rendszeres megbeszélések. Hogyha valami felmerül, valami SOS, akkor lehet rászervezni egy meetinget, de amúgy a legtöbb probléma megoldható telefonon, e-mailben, Slacken. A harmadik szabály, hogy nyugodtan lépj ki egy meetingről, hogyha már nem vagy ott hasznos. Nagyobb udvariatlanság az, hogy mások idejét pazarlod, mint az, hogy kilépsz egy meetingről mondjuk a felé. A negyedik szabály, hogy kerüljük el a szakzsargont. Még cégen belül is nehezíti a kommunikációt, az, hogy mondjuk a különböző osztályok a saját szakkifejezéseiket használják. Az ötödik szabály, hogy felejtsük el a hierarchiát. Hogyha sok-sok szinten keresztül kell végigmenni egy kérdésnek, egy döntésnek ahhoz, hogy megszülessen, az megint csak időveszteség. Ezért ugorjuk át ezt a klasszikus hierarchiát, és egyből a döntéshozóhoz menjünk az adott kérdéssel. És végül a hatodik szabály, hogy használd a józan paraszti eszed. Én nagyon egyetértek ezekkel, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz. Írd meg kommentben.